A 34. Budafoki Pezsgő és Borfesztivál harmadik estéjén különleges felállást köszöntött a Piasztér színpada, a 30 éves évfordulót ünneplő Budafok Big Band és Szűcs Gabi énekesnő személyében. Pár évvel ezelőtt, amikor a Stereo Swing zenekaromat alakítottam, az egy elektronikus swing zenekar, akkor volt egy-két híresebb dalunk, és emiatt DJ Jutasi meghívott vendégnek, azt hiszem évfélkor kezdtem a túloldalon, és aztán én még voltam a saját kvártettemmel is, az is a túloldalán volt a mostani helyszínünknek. Most meg az a nagy öröm, hogy a Budafoki Big Band-del játszom, mert friss az ismerettségünk, tavaly léptem fel először velük, mint vendég, de nagyon jól sikerül, nagyon jó koncert volt, és most felhívtak, hogy megint volna a kedvem, és nagy örömmel mondtam igen. Nagyon szeretem, egyébként szomszéd vagyok, 11. kerület, úgyhogy gyakran járok át minden más ügyből is. Windy my hair. A Big Band felállás erőteljes és színes hangvételű játéka hamar megragadta a fesztivál közönségét, egy estre elhozva a budafoki piactérre a 40-es és 50-es évek zenei világát. Alapvetően a legismertebb, klasszikusabb swing, Big Band swing dalokat fogom énekelni, olyanokat, amiket Frank Sinatra énekelt, vagy Ella Fitzgerald, de azért belecsempésztünk egy-két különlegességet is, amik hozzám állnak közel, tehát lesz Amy Winehouse, lesz Joan Legend, egy kicsit tisztelgünk majd Karádi Katalin előtt. Szóval én szerintem egy nagyon szórakoztató, de vegyes műsor, én azt remélem, hogy egy kicsit majd elindul a buli. De hogy látod, mennyire van a magyar nagyközönséghez közel a swing, vagy például az electro swing, ami egy újabb műfaj? Hát én azt gondolom, hogy az én tapasztalatom az, hogy szeretik. Hát ez a lüktetés, ez valahogy nagyon benne van az emberekben. A legtöbb dalát ismerik filmekből, tehát a legklasszikusabb igazi nagy swing slágereket, és ezért közel áll hozzák. Az electro swing azt szerintem még közelebb hozta, főleg a fiatalokhoz. Az én zenekarom is most már azért 8. éve az egész nyarat végig dolgozzuk, mert úgy látom, hogy a fiataloknak meg kell alá az elektronikus alap, amire meg ők tudnak megmozdulni. Hát ez egy házasítás, ami egy új köntösbe öltözteti, de ahogyan én éneklem ezeket, vagy ahogyan az én viszonyom a klasszikus swinghez, hogy én imádom, én civilben is ezt hallgatom, én otthon is ezt hallgatom, én karácsonykor is swinget hallgatok, hogy ez most nagyon össze tudott ezzel jönni. Tehát szerintem van jövője, és mindig meg fogja találni azokat az embereket, akik ezt egyszerűen élvezik. Sacrifice anything on what my father said of having you near in spite of a warning voice comes in and died and repeats in my ear. Don't you know?